Tisztelettel köszöntöm Lukács Dénest, a harmadik kerületi női vízilabda csapat vezetőedzőjét. Itt most kedden egy elég érdekes kiírású első osztályú mérkőzés volt. A harmadik kerület fogadta az UVS-ét egy meccsen, ahol a harmadik kerület fölényes győzelmet aratott, ami eléggé érdekes, mert az UVS-ét bármilyen szinten legyőzni nem egy kis dolog. Erről a mérkőzésről előtte, ha egy-két szót mondanál nekünk. Hát először is szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az UVS-ét, hanem az UVS-ének a második csapatát vertük meg. Fiatal lányokból és nagyon tehetséges játékosokból állnak, de azért azt gondolom, hogy ők még nincsenek kész az OB1-re. Mi egy első osztályba tartozó középcsapat vagyunk. Azt hiszem, hogy ez a mai összetétel az OB1-nek, vagy az UVS-e második csapatának inkább egy erős ifi csapat. Akkor szakmailag egyébként akkor mit jelentett ez a mérkőzés? Hát tulajdonképpen semmit, egy edzést számunkra. Ezért is cseréltünk nagyon sokat, és nálam is sokat játszottak a fiatalok. A kiírással kapcsolatban, ugye én neve vezettem fel, egy eléggé furcsa kiírású mérkőzés volt, én nekem viszont mindenképpen az, mert ennek a kiírása a Magyar Vízilabda Szövetség honlapján úgy van, hogy női OB1-es meccs versenyen kívül, hát ilyet még én igazán nem látom, elnézést, hogy most magamról beszélek. Ez végezetül mit jelent, ha ezt nekem, vagy azoknak, akik ezt a videót fogják nézni, elmagyaráznád, mert én magam még egyszer mondom, ilyet nem is láttam még. Hát először is azt mondom, hogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, csak nem vagyok benne biztos, hogy ezt az UVS-e B csapatával kellene megcsinálni, hanem mondjuk a női junior válogatottal. És azt gondolom, hogy akkor nemzetközi szinten talán várhatnánk, hogy a utánpótlás válogatott előrelép. Úgyhogy maga a kezdeményezés jó. A versenyrendszer az így lett megalkotva, hogy minden csapat játszik az UVS-e B csapatával hazai és idegenbeli rendszerben, kétszer, de a pontok nem számítanak bele, mivel ez egy kötelezettség, tehát túl kell lenni rajta, le kell játszani, ezért a mai nap lett kijelölve és lejátszottuk. Akkor ennek a végén, ugye gondolom, hogy valamilyen végeredmény lesz, vagy csak egész egyszerűen az, hogy játszottunk, jót játszottunk, jó éreztük magunkat a vízbe, ennyi, vagy lesz itt ennek valami eredményhirdetése? Hát volt egy végeredmény, 18-6 lett, úgyhogy azt gondolom, hogy másik végeredmény ma már nem lesz. Tehát ez a végeredmény. A versenyben nem számítanak bele, tehát pontot úgymond nem szerzünk ellenük. Nyertünk, vagy kikaptunk, vagy döntetlen született volna, tulajdonképpen nem befolyásolja a végső helyezésünket. Ma nyertünk, én azt gondolom, hogy ez volt a tisztességes a részünkről, hogy felállunk és megverjük őket. Most szeretném akkor megragadni azt az alkalmat, amiért kértelek mindenképpen, hogy ha megtisztelsz azt, hogy a kamerám elé állsz. Nem olyan régen, azt hiszem a múlt héten Szeged ellen volt itt egy mérkőzés, amit a harmadik kerület megnyert. Gratulálok akkor a győzelem, ez az már egy versenygyőzelem volt. És azon a mérkőzésen volt egy olyan valaki, moderátor, aki sok mindent mesélt erről a csapatról. Megmondom az őszintét, hogy én abból semmit nem értettem, mert a visszhangtól, meg nem is tudom mitől, nem, hogyha tudnánk valamit erről a csapatról, hogy került egyáltalán női harmadik kerületi csapat egyik pillanattól a másikba az OB1-be, és nem is akármilyen belépőkkel, és hogy magáról az egész egyesületről, ha szólnál egy-két szót. Hát a krónikát nem én írom, de nyilván néhány szót azt tudok. Tehát azért a harmadik kerületi TVE a Magyar Vízilabdában az egyik legrégebbi egyesület. Ami fontos tudni szerintem, hogy háromszoros magyar bajnok a férfi szakákban. Igaz, ez a 20-as években történt, és ugye akkoriban a harmadik kerületnek az edzője, a Magyar Vízilabdának az atya Komjádi Béla volt. Rajta kívül még talán említést érdemelnek a Keserű testvérek és a Halasi testvérek, akik közül többen olimpiai bajnokok lettek, és itt játszottak a bajnok csapatban. Utána az 50-es évekig, ha jól tudom, volt a kerületben vízilabda élet. Igaz, női nem, csak férfi, de akkoriban még női vízilabdázás Magyarországon nem volt. És utána valamiért megszűnt, ennek az okát nem tudom, és néhány évvel ezelőtt, szerintem 4-5 évvel ezelőtt újra elindult itt valami, megépült ez a csodálatos kis létesítmény, ez az uszoda, amit használunk.
meg ez az egész sporttelep felfejlődött, úgyhogy néhány évvel ezelőtt a női szakág elkezdte bontogatni a szárnyait, tavaly pedig az OB1B-ből feljutott az első osztályba. Azt a csapatot mi megerősítettük nagyon tehetséges fiatal játékosokkal, például mondjuk a Pápai Barbarával, vagy a Petővári Lucával, akik reményeim szerint a jövő junior, vagy esetleg majd a felnőtt válogatottjainak tagjai lesznek. Valamint itt maradt három ex-világbajnokunk, és van még néhány tehetséges játékosunk rajtuk kívül is. Úgyhogy most szerintem idén van egy jó kis középcsapatunk, versenyzünk a Szegeddel, a Szentessel, szerintem nagyon jó mérkőzésekre fogunk még felállni. Hát gondolom azért, az már egy nagy szám, hogy az OB1B-t megnyertétek, fölkerültetek ide, de valami célkitűzése van a csapatnak, hogy ebben a mezőnyben, ugye ez kb. 10-11 csapat játszik az OB1-be, ugye itt van négy nagyon erős csapat, akik a tabella elején szoktak általában tanyázni, többek között az OVS-e. Ebben, és utána vannak vannak még nagyon szimpatikus, tehetséges csapatok. Ebben a bajnokságban kb. Mit szeretnétek elérni? Hát a kimondott célunk az a 6-8. Hely megszerzése, én azt gondolom, hogy ez a reális célkitűzés, de ugye az eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a harmadik kerület tulajdonképpen fel tudja venni adott napon, megfelelő pillanatban a kesztyűt akár egy élcsapattal is. Például a bajnokság első mérkőzését a Dunai Várossal játszottuk itt hazai környezetben. 12-11-re az Újváros természetesen megérdemelten nyert, de hát azt hiszem, hogy 3-4 állt az ászló a mérkőzés folyamán nekünk is, hogyha mi nyertünk volna, az is ugyanolyan igazságos lett volna. Úgyhogy a célkitűzés az változatlan, tehát a 6-8. Hely, de hogyha meg tudunk szorongatni egy élcsapatot, netán talán pontot tudunk szerezni egy élcsapattól az idei évben, szerintem az egy nagyon értékes teljesítmény. Úgyhogy megyünk előre, szerintem sokat dolgozunk még, jó lesz ez a csapat. Most, hogy említetted a Petőváros utcának a nevét, engedd meg, hogy, és a nézők is engedjék meg, hogy egy ilyen személyes dologgal jöjjek elő. 4 évvel ezelőtt talán a Petőváros utcát láttam föl egy meccsen, amikor még a Kópéba játszott, vagy Dunakanyarba, a fiúk között. Tehát a gyerekük korosztályú fiúk között, és akkor 5 akkora gólt lőtt, ami egy M1-es, egy OB1-es játékosnak is dicsőre várt, és most találkoztam vele, itt számomra ez egy ilyen személyes jellegű élmény is, hogy Petőváros utcát itt látom. Egyébként ez a 5 gól, ez föl is van a YouTube, vissza lehet keresni, érdemes, mert nem azért, mert én vettem föl, hanem azért, mert óriási gólokat lőtt. A harmadik kerület akkor most teljes mellbedobással vízilabdázik, gyönyörű ez egyébként tényleg valóban, ahogy mondod, maga a létesítmény, maga az uszoda, és hát az uszoda egyébként minősített uszoda, tehát OB1-es meccsekre mindenféleképpen alkalmas? Természetesen, hát most már nem tudom hány OB1-es mérkőzést játszottunk itt, megvan a minősítése, teljesen szabályos pályaméretünk van, minden feltétel adott hozzá, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretnek ide jönni hozzánk a csapatok, tehát edzőmérkőzésekre is állandó teltház van az uszodánkban. Egy pár szót még, ha megengeded, hogy milyen utánpótlás áll a hátatok mögött, tehát a harmadik kerületnek a kisebb korosztályok, tehát a utánpótlás korosztályi, azok most pillanatnyilag hogy állnak, milyen játékos állománnyal rendelkeztek, és mi az, amit tőlük elváltok? Hát egyelőre építgetjük, tehát ez egy nagyon új történet, mint ahogy mondtam.
Elindult a férfi szakág mindenki örömére, tehát az, hogy lett egy női OB1-es csapatunk, annak egy elég erős felhúzó ereje lett a férfi szakágra. Úgyhogy van egy férfi szakágunk, és benne dolgozik többek között egy elég ismert szakember, Kona Pétert hoztuk azért, hogy ő feleljen a kisfiúknak, vagy a fiú szakágnak a utánpótlás munkájáért, és van egy női szakágunk, ahol szintén egyre több lány mondogatja a szárnyait. Összességében 6 bajnokságban indultunk el az idei évben. A férfi vagy a fiú bajnokságokban úgy indultunk, meg olyan korosztályokban indultunk, ahol lányokat is tudunk szerepeltetni. Tehát visszatérve itt mondjuk a korábban említett Petőváry Luca esetére, hogy a bizonyos korcsoportokig a magyar vízilabdázásnak a versenyrendszere lehetővé teszi, mert nem mindenhol van elég lány, hogy a fiúk között, tehát vegyes csapatokban szerepeljenek. Ez nálunk is így történik, és ezen kívül pedig a 3 országos korcsoportban a KSI-vel karöltve, ezt hozzátenném, szereplünk a felsőházban. Hát köszönöm szépen, hogy a rendelkezésen láttál a Szűvideó csatornának a rendelkezésére. Hát ez nem a világ legnagyobb csatornája, de azért elég sokan nézik talán, és a továbbiakban sok sikert kívánok a csapatnak, és még egyszer köszönöm, hogy a rendelkezésen láttál. Köszönjük szépen.